Itt szeretettel üdvözlök, Bent Bártyánról ez az első előadásom, úgyhogy nem tudom, hogy a 25 perc sok lesz, vagy kevés. Nagyon hosszú élete van, és nagyon azok közé, az emberek közé tartozik, akikkel a egy-egy évtized alatt több dolog történt, mint velünk történik egy életen át, úgyhogy nehéz volt igazából kiragadni, vagy megragadni azokat a pillanatokat, amelyek kiemelésre érdekesek. Én a megelőző életemben a Magyar Külügyi Intézetben dolgoztam, az egyetemi oktatás mellett, ahol elsősorban Közel-Kelettel, biztonságpolitikával, terrorizmussal foglalkoztam, mindennek, aminek nem volt köze ez az északi sarkvidékhez, de az utazásaim, meg a hobbim az mindig ehhez az északi régióhoz, sarkvidékhez kötött. Oda mentem, ha tehettem nyaralni, meg oda mentem utazgatni, és nyilván mindig kísértem figyelemmel azt, hogy mi történik ebben a régióban biztonságpolitikai szempontból is, és aztán egyszer a norvég, észak-norvég második világháborús harci cselekmények kapcsán futottam bele ennek az úriembernek a nevébe, akire szintén rákerestem, mert kutató vagyok, tehát hogy mindig, ha valami újjal találkozok, akkor elkezdek utánaolvasni, és így futottam bele az életébe. Az benne a különleges, hogy ahhoz képest, hogy tényleg mindenhol ott volt, ami gyakorlatilag az északi sark meghódításának az első pillanatától kezdve a hidegháború első évtizedéig tartott, és aminek köze volt az északi sarkhoz, ugye a déli sarkhoz, viszonylag kevés figyelmet kapott életében, illetve halála után is, tehát mondjuk ugye a napjainkig három könyv jelent meg róla, egyet ő írt, egyet róla írtak még az 50-es években, amikor még aktív volt, és egyet a 90-es években, amikor már azok a levéltári anyagok is nyilvánosságra kerültek, illetve kutathatóvá váltak, amelyek fontos szerepet játszottak abban, hogy hiteles képet kaphassuk az ő tevékenységéről, majd erre ki fog térni, hogy miért. Ha úgy tetszik, életének nagy tragédiája az volt, hogy szakmai vitába keveredett az Egyesült Államok leghíresebb sarki felfedezőjével, Richard Byrd admirálissal, akivel hosszú éveken keresztül egymás munkatársai voltak, illetve a munkatársa volt, és aztán végülis ez vezetett ahhoz, hogy a katonai karrierje az Egyesült Államokban viszonylag idő előtt véget ért. Mi tette különlegessé Bent Bártyánt? Ezekre nem fog néha kitérni, de ugye mindig, amikor a sarkról fogunk beszélni, akkor azt kell a fejünkbe járjon, hogy hatalmas távolságok vannak, ezekben a távolságokban semmilyen igazodási pont nincsen. Az időjárási körülmények mindig, vagy az esetek jelentős részében nagyon rosszak, zéró láthatósággal, felhőkkel, hóviharokkal, és egy olyan időszakában vagyunk a repülésnek, amikor még nincsenek igazából műszerek, nincsenek radarok. És ami Bent Bártyánt különlegessé tette, és sok tekintetben nélkülözhetetlené tette ezekben a felfedezésekben, ez az volt, hogy ő már ebben az időszakban tudott, amit mai szóval műszeres repülésnek hívunk, tehát pusztán a repülőgép teljesítménye, fogyasztása, az iránytű alapján tudott pontosan repülni olyan körülmények között, amikor a láttávolság nulla volt, vagy nullához közé volt, tudott éjszaka tájékozódni. Ezt a róla szóló könyvek és tanulmányok mindig kiemelik, hogy fantasztikus tájékozódási képessége volt. Képzeljük ezt el mondjuk úgy, hogyha amikor az egyik alkalommal a déli sarkra repültek, kellett repülni a bázisról 3000 kilométert, egy olyan sarkvidéki terület fölött, ahol az egyetlen tájékozódási pont a sarkvidéki plató, ez egy ilyen kiemelkedés a déli sarknak egy ilyen hatalmas területén, és onnantól kezdve ugye felülről minden fehérnek látszik. Vagy amikor Izlandról kellett elrepülni Grönlandra egy 12-14 órás repülőút során, és meg kell találni egy szigetet, és a szigeten pedig egy német előretolt rádióállomást, és azt le kellett bombázni. Tehát, hogy ezek a képességi tették egyrészt különlegessé a repülés szempontjában. Másik dolog, ami különlegessé tette, ugye ez volt a navigátor oldala,
hogy egyben repülőmérnök volt, tehát nem csak egy pilóta volt, aki alá oda tették a gépet, és ezzel a repülőgéppel aztán elrepült elképzelhetetlen távolságra, elképzelhetetlen pontossággal, de folyamatosan fejlesztő mérnökként is, berepülő pilótaként is dolgozott különböző légi repülőgépgyártó cégeknek, ahol állandóan tökéletesítette ezeket a korai típusokat, amelyeket rábíztak, illetve ha az ilyen sarkvidéki expedíciókra mentek, akkor ő volt az, aki a vezetője volt a gép karbantartásának, a gép szerelésének. Ugye amikor aztán pilótaként repül vele, pontosan tudnia kellett, hogy ezek a gépek hogyan fognak viselkedni, ha bármilyen technikai probléma fellép, azt hogyan lehet elhárítani. A harmadik dolog, amit nem tudtam hogyan felírni, ez amit ugye angolul úgy hívunk, hogy Arctic Survival Skills, tehát hogy ilyen túlélési képességei voltak, vagy ilyen mindazokkal a képességekkel rendelkezett, ami ahhoz kell, hogyha az ember lezuhan valahol az északi sarkon, a déli sarkon, Grönlandon, vagy Labradorban, vagy bárhol, akkor ezt hogyan lehet túlélni. Tervezett kutyaszánt, tervezett sátrat, az a sátor, amit a déli sarki expedíció során végülis ott hagynak a déli sarkon, ez részben egy általa tervezett sátor volt. Norvég létére természetesen tudott síelni, ez banálisan hangzik, de ha az ember elolvassa mondjuk a Scott vagy a Shackleton expedícióknak az utóiratait, vagy emlékiratait, vagy könyveit, vagy akár az amerikai felfedezőknek az emlékiratait, vagy leleseit, rájön, hogy sem a kutyaszánoknak a használata nem volt egy magától értetődő dolog ezekben a kezdeti időszakban. Most, hogy itt az elmúlt fél évben, vagy elmúlt egy évben már nagyon sokat olvasok ilyen könyveket, és most újraolvastam mind a négy nagy brit expedíciónak a történetét, amit a Robert Scott és aztán a Shackleton vezetett ugye a déli sark meghódítására. A britek ugye mindvégig maguk húzták a szárnyaikat, míg Amundsenék, ugye, aki Ben Barchennek az egyik példaképe volt, és személyes családi ismerőse, ő ugye kutyaszánokkal dolgozott, azért értek el hamarabb, azért érték túl az Amundsenék a déli sark meghódítását. Tehát mindazok a képességek, amelyek mondjuk Norvégiában magától értetődőek, de egy amerikai vagy egy brit számára nem, vagy egy francia számára nem. Az, hogy gyerekkorától kezdve készült erre a szerepre, hogy ő szeretne sarkvidéki felfedező lenni, ez azt is jelentette egyben, hogy a táborozástól kezdve a mindenféle tárgyak alkalmazását egy olyan szituációban, amikor mondjuk lezuhan az ember, és azzal kell túlélni, amit ott össze tud rakni. A sílécek vaxolását elvégzett egy ilyen kvázi erdőmérnöki főiskolát, mai szavaink szerint, csak azért, hogy ezzel a képességgel is rendelkezzen, ami ráadásul ugye azért, ez nem csak a síelés miatt volt fontos, hanem mert a repülésnek ebben a korai időszakában a repülőgépek sítalpakkal tudtak felszállni ahhoz, hogy eljussanak az északi sarkra, vagy a délsarkra, vagy ha bármi baleset történt, akkor ott le tudjanak szállni. Nem térek ki ebben az előadásban arról, de ezek a könyvek ugye tele vannak azzal, hogy amikor Ben Barchen éppen nem fedezett fel valakit, vagy nem ült valakinek a repülőgépében a botkormány mögött, akkor arra kérték fel, hogy itt meg ott meg amott lezuhant repülőgépeknek a túlélőit mentse ki olyan helyeken, ahova ember még nem járt, ahova eljutni egy átlagos pilótának egy lehetetlen kihívás lett róla. Ide tettem egy ilyen rövid áttekintést arról, hogy mi történik Ben Barchen előtt az északi sark és a déli sark meghódítása kapcsán, és nyilván csak azokat emeltem ki, ahol ezeknek a csúcspontja van, hiszen mind a déli sark, mind az északi sark esetében több expedíciók tucatjai történnek, amelyek egyre közelebb jutnak az északi sarkhoz, vagy a déli sarkhoz, de aztán valamiért nem jutnak el, visszafordulnak, meghalnak. Ugye tudjuk, hogy ezekben a felfedezésekben, ha úgy tetszik, a norvég felfedezők főszerepet játszanak, ugye az északnyugati átjáró, ugye a mai Atlanti-óceán és a Csendes-óceán között van, ezt Amundsen járja be 1903 és 1906 között az első
transgrönlandi expedíciót Fridtjof Nansen hajtja végre. Az északi sarkra, ugye, hát ebbe ugye azért tettem oda, mert én még ugye nyilván azt tanultam annak idején, hogy amikor olvastam, hogy az első amerikaiak voltak azok, akik eljutottak az északi sarkra, de ugye a tudomány mai állása szerint ez mind a két esetben vitatott. Ugye Robert Peary volt az, aki elsőként jutott el szárazföldön az északi sarkra, és Robert Byrd és Floyd Bennett volt az, akik repülőgéppel jutottak el elsőként az északi sarkra. Ma már mind a kettő állítás rendkívül vitatott, megkérdőjeleződött, és ugye számunkra ez különösen az 1926-os esemény azért nagyon érdekes, mert Bernd Balchennek az élete, és Robert Byrd akkor még csak azt hiszem kapitány, vagy korvett kapitánynak az élete itt kapcsolódik össze, és ez fogja egyrészt a karrierjüket közösen előrevinni, majd ez lesz a fő vita tárgya kettejük között, mert miután Floyd Bennett majd meghal az 1930-as években, végül is két tanúja lesz annak, hogy Byrd eljutott-e valóban az északi sarkra, az egyik Byrd admirális, a másik pedig Bernd Balchen. Illetve itt van ugye Roald Amundsen és Umberto Nobile, akik a Norge léghajóval 1926-ban egy ilyen transz-antarktiszi repülést hajtanak végre, egy héttel, pár nappal Byrd és Bennett repülése után, így aztán most ugye nekik adjuk ezt a címet, hogy ők voltak az elsők, akik átrepülték az északi sarkot. Ez volt az északi sark, a déli sarkot, ez egy kicsit, ugye ott ennek hosszabb a története, a 1800-as évek második felében, ugye ez volt az utolsó nagy meghódítatlan kontinens, és ugye először a Belgica expedíció volt az, amelyik ez egy belga expedíció volt az, ahol egy telet eltöltöttek befagyva az Arktisz jegébe. Az első expedíció a következő volt, ahol a szárazföldön magán a kontinensen töltöttek el egy telet. Ugye most azt mondom, hogy eltöltünk egy telet, nem hangzik túl izgalmasan, de nyilván a kor ruháiban, a kor felszereléseiben, a kor sátraiban, a kor fűtési rendszereivel eltölteni egy telet a teljesen sötét éjszakában, hónapokon keresztül, mínusz 20-30 fokban, 50-80-100 kilométeres széllel bújítva, tehát ugye ezek valódi emberi teljesítmények, meg erőfeszítések voltak, és aztán látjuk, hogy 1910-ig ugye több nemzeti expedíció volt. Ugye ez egyben a nacionalizmus kora is, tehát ugye minden ország nemzeti ügyet csinált abból, hogy ki tud először, ki tud messzebbre jutni, ki tudja jobban megközelíteni az északi sarkot, és ugye ennek a versenynek a végeredmény 1911, amikor, ez talán jól ismert, amikor egyszerre vág neki a déli sark meghódításának Roald Amundsen és Robert Falcon Scott. Ugye megint csak ugye a Scott expedíció kudarcba fullad, nem érnek vissza, eljutnak a déli sarkig, de visszafelé már nem jutnak el azok a depotokig, nem tudom ezt hogy mondják magyarul, tehát ilyen bázisokig, amit előre letesznek számukra az expedíció másik csoportja hozzájuk. Ugye, és ez egy olyan csoport, amelyek tényleg ilyen 350 kilós szánokat húznak a saját testükkel 3-4 ember. Amundsen pedig ezzel szemben egy kis hatfős expedícióval vág neki, kutyaszánokkal, és második kísérletre gyakorlatilag eljut oda. Az első transz-arktikus expedíció, tehát amikor az a cél, hogy elindulnak az Arktisz egyik oldalára, és eljutnak a másik oldalára, ugye ezt Shackleton próbálja meg 1914 és 17 között, ugye Shackleton korábban részt vett Scott expedícióiban. Ez is kudarcba fullad, ez már az első pillanatban kudarcba fullad, amikor a hajójuk befagynak a tengerbe, el se jutnak a magáig a kontinensig, a hajó összeroppan, és aztán ez egy nagyon híres történet, Shackleton, tehát a hajó legénysége, nem tudom, 100 ember ott van egy szigeten, és akkor Shackleton egy ilyen 6-7 méteres, egyárbocos, teljesen nyitott hajóval, és azt hiszem 6-5 másik hajóstársával nekivág a Dél-Georgia szigeteknek, ami egy olyan
2000 kilométerre van, és tehát ez egy csónak gyakorlatilag, amit ott palánkokkal lefednek, hogy ne essen bele az eső, van benne egy árbóc, és 17 napig hajóznak a rettentő déli tengereken, mire jutnak a Dél-Georgia szigetekre. A nyarat nem Izlandon töltöttem, hanem Írországban, ahol belefutottam abba a faluba, ahol az az ember született, aki ennek a hajós útnak az egyik nagy túlélője volt, egy ír tengerész. Jöhettem volna az ő pólójában is, vagy lehet, hogy akkor lesz jövőre konferencia, abban jövök is, arra tartok előadást. Az is egy emberfeletti teljesítmény volt, de ezt még ide raktam a végére, hogy az első sikeres átkelés az Arktiszon, az csak 40 évvel később hajtják végre. Párhuzamosan éppen erről olvasok egy könyvet, amit Edmund Hillary írt. Ez a expedíció úgy történt, hogy a britek meg akarták csinálni az expedíciót, felkérték az új-zélandiakat, hogy akkor is volt még a brit nemzetközösség. Hillary volt a leghíresebb új-zélandi, akiről úgy gondolták, hogy össze tudja rá szedni a pénzt, mert ezt a kormány akkor még nem finanszírozta. És akkor is az volt a terv, hogy elindul kvázi az argentin oldalról, de Dél-Georgia szigetekről indul a brit expedíció, az új-zélandiak az új-zélandi oldalról létrehoznak egy bázist, ők is ilyen depotokat raknak le a déli sark felé, és akkor ahogy eléri a déli sarkot a brit expedíció, utána elindul tovább az új-zélandi expedíció felé, és majd akkor ezekből táplálkozik, és ennek is most már nagyon, nagyon érdekes szakirodalma van, hogy az új-zélandi nemzeti identitást, azt hogyan erősítette meg az a tény, hogy Edmund Hillary, akinek csak az volt a feladata, hogy ezeket a depotokat lerakja, úgy döntött, hogy a végén ő elmegy a déli sarkig. Egy kicsit előbb ért oda, mint a britek, és akkor nyilván ebből volt egy feszültség, de ez is egy, ugye látjuk, egy 3 éves, majd 4 éves expedíció volt, ahol 2 telet is áttöltöttek. Jó, végre rátérek Bernd Bartjánre. Ami érdekessé teszi tényleg Bartjánt, az, hogy gyerekkorától kezdve erre készült, valahogy felírtam, hogy 12 évesen találkozik Amundsennel. Mi volt ez a személyes kapcsolat? Azért Norvégia nem annyira nagy ország, hogy így könnyen összefussunk egy vasárnapi ebédnél az ország leghíresebb sarkutatójával. Édesapjának a felesége, ennek a Dietrichson családnak volt a tagja, és ez a Dietrichson család az szintén egy híres, bár nem olyan híres norvég család volt, akik a sarkutatásban szerepet kaptak. Olaf Dietrichsen, ugye a nagybácsi, a Nansennek a transgrönlandi expedíciójának volt a tagja, ugye az csak egy 6 fős expedíció volt. Leif Dietrichsen pedig, aki az ő fia volt, és aki az unokatestvére volt bátyennek, ő pedig az Amundsennel vett részt több expedícióban. Én csak azt említem, mikor 26-ban átrepülnek, 25-ben van Amundsennek egy másik kísérlete, amikor megpróbálnak két ilyen amfib repülőgéppel elrepülni az északi sarkig, de elfogja az üzemanyag, lezuhannak, a két gépből egyet csinálnak, és egyel 6-an vissza tudnak repülni. Dietrichsen már azon a gépen is rajta van, és Dietrichsen rajta lesz azon a gépen is, amelyikkel Amundsen meghal, amikor Umberto Nobile elindul egy újabb repülőútra, eltűnik, és akkor ugye Amundsen egy ilyen mentő expedíciót szervez, és ő lesz, aki meghal, és Umberto Nobilét később kimentik. Most nem beszélek külön, talán megvan ez a történet. Tehát ez az a családi szál, hogy Bartjén mindezekről a sarkvidéki felfedezésekről sokat hall, személyes történeteket hall, megvan a családnak ebben az érintettsége, és így kerül sor erre a találkozóra, amikor Amundsen effektíve azt mondja neki, hogy fiam, ha te sarkutató akarsz lenni, akkor erre kezdjél el készülni, tanulj meg síelni, legyen jó fizikumot, értsen mindenhez, ami a túléléshez kell. 16 évesen ugye elvégzi az általános iskolát, 16 évesen még egy 2 éves ilyen erdészeti szakiskolát elvégez, és utána Leif Dietrichsen, ugye a családban mind a két Dietrichsen egyben katonatiszt is, az unokatestvérének a tanácsára, mondván, hogy nem tud magával mit kezdeni, azt tanácsolja neki, hogy lépjen be a francia idegen légióba, és ott szerezzen katonai tapasztalatot. Ugye 1917-ben vagyunk, Norvégia semleges, Bartjén belép az idegen légióba, megkapja a kiképzést, elviszik Verdönbe, és pont miatt bevetnék életbe lép a sorkatonai szolgálat a Norvégiába, és behívják. És utána nem sokkal véget is ér az első világháború, és ugye nyilván a sorkatonai szolgálat alatt gyorsan kiderül, hogy neki már van valamilyen katonai előképzettsége, ugye a francia idegen légióban ezt megkapta.
a sorkatonai szolgálat letöltése után elmegy Finnországba, csatlakozik a fehérekhez, ugye ott van egy polgárháború, Finnország függetlenségének az elnyerése után, kap egy súlyos sebesülést, egy orosz katona, valami lovassághoz kerül, lovasroham, közelről melbelövik, vagy nem tudom, valahol átlövik, az a lényeg, hogy túléli, és amikor visszakerül Norvégiába, és 25 percen van, úristen, reggel még az olyan soknak tűnt, amikor hazatér és felépül, akkor folytatja ezeket a hobbiait, és van ott egy ilyen Spartacus sport, és ez egy ilyen mozgalom Norvégiában is, ami arról szól, hogy egy ilyen, mint a Spartacus, ugye, hát egy jó fizikumú mindenféle sportba vegyenek részt, és amikor 1920-ban csatlakozni szeretne a norvég haditengerészethez, szintén zónokatestvére biztatására, akkor a parancsnok azt mondja neki, hogy most vagy elmész az olimpiára, tehát megvan, megnyeri a boxversenyeket, megnyeri a birkózást, tehát ugye ezek még azok az olimpiák, amikor több ilyen művészetiákban, festészetben is volt olimpiai szám, és akkor itt választás elé állítja a parancsnoka azzal, hogy itt hogy vagy sportolsz, vagy katona leszel. Na most ugye 1920, ez tényleg a repülésnek a hőskora. Norvégiában az első pilóta igazolványt Roald Amundsen szerzi meg 1914-ben. Dietrichsen, ugye, aki Amundsen mellett a pilóta lesz, neki azt hiszem néhány évvel később van. Tehát a repülőiskolához csatlakozni az abszolút az elitje a katonai hierarchiában. És ugye viszont a repülés olyan, hogy a repülés tavasztól őszig tart, télen az időjárás miatt nincs repülés, és Pátyán ezeket a téli időszakokat arra használja föl, hogy még szerezzen egy mai szóval egy ilyen erdészmérnöki képzettséget, és hogy ezzel is tovább képezze magát. 24-ben a próbaidő letéltével repülőhadnagy lesz, és megkezdik kvázi hivatalos karrierjét, és az első bevetése, úgy tetszik, a sarkkörnél, mindjárt 1925-ben megtörténik. Ugye említettem az előbb, hogy a Norge expedíció, amikor először repülnek át léghajóval, az 26-a van, de Amundsennek 25-ben van egy kísérlete, mondtam, a két gép lezuhan, mentőcsapat indul, és akkor ő lesz az egyik önkéntes pilóta, elrepülnek a Spitzbergákig, de mire odaérnek, addigra visszatérnek Amundsenék, és ott van a második találkozás, a 12 éves kori találkozás után, és ott ajánlja fel neki Amundsen, hogy a jövőre, 1926-ban, amikor megy ezzel a léghajós kísérlettel, akkor csatlakozzon a csapathoz. Ugye ez történik meg 1926-ban, nem írtam ide, de talán májusban van a repülés, Spitzbergákra elmegy a léghajó, ugye a léghajót Olaszország, jó, nem mondom, mert nincs rá idő. Ez egy nemzetközi csapat, ott van egy hajókíséréket, ott van a léghajó a Spitzbergákon, és odaérkezik meg az amerikai expedíció, Byrd korvett kapitánnyal és Bennett Floyd pilótával. Ők egy ilyen Fokker repülőgéppel jönnek, és ugye nekik az a céljuk, hogy repülővel menjenek. Minden könyv kihangsúlyoz, hogy igazából nem volt verseny a két fél között. Legalábbis Amundsen úgy volt vele, hogy ő nem fog kérdést csinálni abból, hogy ki induljon el előbb. Ugye megint a kor technikai színvonalán ez úgy történik, hogy megérkezik a hajó, leszedik a repülőgépet, összeszerelik, próbarepüléseket hajtanak végre a léghajóval is, próbarepülés, javítások vannak. És kiderül nagyon hamar, hogy az amerikaiak nem tudnak felszállni a repülőgépükkel, mert amire nem, a gép teljesítményével elvileg el lehet repülni az északi sarkig, de amit nem teszteltek le Amerikában, az az, hogy hogyan lehet felszállni sítalppal ezzel a repülőgéppel. És akkor itt jön a személyes találkozás, Amundsen, akihez nyilván tehát a két felfedező, Byrd és Amundsen találkoznak, kávéznak, beszélgetnek, és akkor Amundsen azt mondja Byrdnek, hogy itt van nekünk egy ilyen fiatal, még alig 18 éves kollégánk, aki nagyon ügyes az ilyen sítabb dologba, menjen át hozzátok, konzultáljatok meg vele a dolgot, és Bálkján átmegy, konstatálja a problémát, nincs bevakszolva rendesen a sítabb, amivel be van vakszolva, az nem jó, a sítabb túl kicsi, és akkor azt javasolja, hogy akkor a mentőcsónakokról szedjék le a lapátokat, azt ő megforgácsolja, átalakítja, készít hozzá. Már le is járt? Jézusom, akkor Bernd Bálkerről már nem fogunk sokat hallani, elnézést kérek, akkor lehet, hogy erről fog szólni a következő évi előadásom. Röviden megforgácsolja
bevakszolja nekik, és akkor így tudnak felszállni. A probléma az, hogy ők elrepülnek az északi sarkra, visszatérnek. Az, hogy valóban ott jártak-e az északi sarkon, azt ketten tudják, Bennett és Bird, és Ben Balkin, aki híres arról, hogy mindig mindenről kis naplójegyzeteket készít, időpont, dátum, hely, mindenféle egyéb adat pedig rendelkezésre áll. Ez volt az a repülőgép, amit megszerettem. Mondjuk hány percem van még, mondjuk 5, az lehet? Már nem 25 percem volt? És az a lejárt? Akkor most egy fantasztikusan gyors áttekintését fogom adni Ben Balkin további életének. Először hagyok időt, hogy el tudják olvasni. Charles Lindbergről mindenki hallott. A második gép, amelyik ezt átrepüli, Bird admirális, akinek a pilótája Ben Balkin. Amelia Earhartról gondolom mindenki hallott, eltűnt, mikor meg akarta kerülni a Földet. A szóló repülését úgy csinálja meg, hogy előtte Ben Balkin az, aki egy fél éven keresztül tanítja arra, a hölgy már tud repülni, tanítja arra, hogy hogyan tud repülni műszerek nélkül vakon, éjszakában az Atlanti-óceán felett. A 30-as éveket az Egyesült Államokban tölti, ide felírtam a híresebb tábornokokat, akik a II. Világháború idején az amerikai légierőt vezetik. Ezek egyre felül mind a személyes barátai lesznek. Felírtam néhány repülőgép gyártó céget, amelyek ugye ekkor honosodnak meg, mivel fejlesztőmérnökként dolgozik ezeknek a vezetőivel, konstruktőrével, mind személyes barátságot ápol. Együtt elmennek Bird admirálisával a déli sarkra, ahol már kialakul egy feszültség kettejük között. Mind a kettő tudja, hogy valószínűleg miért, de nyilván egyikük sem beszél róla. Ennek a vége az, hogy mikor hazatérnek, mindenki kap kitüntetést, kivéve Ben Balkin. Amikor nem az Egyesült Államokban van, akkor visszamegy Norvégiából, megalapítja a mai SAS-nek a norvég elődjét, azzal a célon, hogy a transatlanti repüléseket meg lehessen honosítani. A másik időtöltése, hogy amerikai milliómosoknak segít déli sarki expedíciót szervezni. Itt látjuk ugye, hogy tehát ő nem az, aki egy öltönyben vezeti a repülőgépet, hanem aki a repülőgép összeszerelésénél ott van. A II. Világháborúban nyilván az Egyesült Államok hadserege felkéri, hogy csatlakozzon, segítsen mindenben, ami déli sark, vagy bocsánat, ami északi sark. Grönlandon a ma ismert, vagy már nem ismert légibázisokat ő hozza létre. A háború vége felé mindenféle ilyen titkos műveleteket vezet, szervez Svédország és Norvégiában. Ez egy jó előadás lett volna pedig. Itt látjuk, hogy milyen területen merre repkednek. Ugye mitől, azt talán mindenki tudja, hogy a szovjetek északon bejönnek, és a németek úgy vonulnak vissza Észak-Norvégiából és Finnországból, hogy közben felégetnek mindent. Ezek ilyen egyfelől nagy logisztikai műveletek, ahol dobálják a civil lakosságnak az élelmiszert, és segítenek a norvég jelenlétet megszervezni a szovjet jelenlét mellett. Emellett délen ilyen a CIA elődjének a alakulatait dobják le. A hidegháború alatt, amikor nem az Amerikai Egyesült Államok szolgálatában, megint egy másfél évre visszatér Norvégiába, ott megalapítja a SAS légitársaságot, nyilván nem egyedül, de ő lesz az egyik társigazgatója. Alaszkába kérik fel, hogy a kutatásmentés szervezze meg, az amerikaiak ekkor eszmélnek rá, ugye, hogy nagy katonai erőket kell a hidegháború miatt északon állomásosítani, de nem tudják, hogy mi történne akkor, ha lezuhannának a katonák, hogyan lehet őket kimenteni, hogyan lehet őket túlélésre felkészíteni, és aztán 1953-ban kvázi kényszer nyugdíjazzák, és gyakorlatilag így derül ki, hogy Bird admirális, aki addigra már egy óriási nemzeti hős az Egyesült Államokban, és ráadásul a testvére a szenátus katonai bizottságának a vezetője, mint szenátor, mindent megtesznek azért, hogy elkasszálják a tábornok előléptetését. És erre azért van szükség, ugye, mert Amerikában az a rendszer, hogyha 10 évig eltöltöttél a beosztásodban, eltöltöttél 10 évet, akkor ugye vagy kilépsz a hadseregből, vagy előléptetnek. Neki járna az előléptetés, mindenki megígérte neki korábban, de ezt folyamatosan elkaszálják. Itt fejezem be akkor. És elnézést kérek a...